Ez itt tényleg a Minecraft, bizonyára meglepődtek. Na majd, hogy miért a Minecraftot választottam most, miért arról kész videó, arról meg később. Akkor most kezdjük is el. Ugye egyjátékos mód lesz, egy új világot hozok létre, és mostanság eléggé betyár világ van, meg már hogyha a nevem is betyár, akkor miért ne legyen betyár világ a világunk neve. Játékmód túlélő, és azt hiszem, hogy itt így, tehát láthatjátok, hogy csalások engedélyezése ki. Na mindegy, szóval akkor új világ létrehozása, aztán még várjuk, amíg betölt. Szóval, ugye mondtam, hogy túlmelegedési problémák miatt nagyon sokáig nem volt ide, ugye különböző videók, volt videó is kevesebb, mert nem tudtam videózni. Közben itt vagyunk, mindig ezt még elmondom, szóval nem nagyon tudtam videózni, sőt, még a Minecraftban sem tudtam videózni. Itt is egy olyan fél óra után elkezdett leesni az FPS, másfél percenként mindig ilyen, hát ilyen 10 vagy 10 alatti FPS számokkal dolgoztam, és így nem túl izgalmas tud egy videó, de ugye ezt a laptop hűtőmnek sikerült kiküszöbölni, úgyhogy most már több videóval fogok jelentkezni. És akkor miért is a Minecraft? Ugye sok videómban, vagy legtöbb videómban azért kommentálni szoktam. Minecraftban persze nem fogom minden percben azt elmondani, hogy kivágtam egy fablokkot, akkor még egy fát kivágtam, sőt, meg egy harmadikat is kivágtam, szóval ez így nem vicces, nem fogom ezt kommentálni minden percben, de mivel vlog videókat még nem tudok csinálni, és hát nem akarok, abban egyetértek, hogy a híresebb videós, vagy elismert videós akkor lehet az ember, hogyha mutatja az arcát is. De még szerintem egyenlőre ez nem annyira kell. És most lássuk be egy, nem tudom, csatornaképemet nézni, miközben én beszélek, nem olyan izgalmas, mint mondjuk például itt Minecraftozok. Sőt, ezt még sokan szeretik is, ugye a Minecraft elég híres játékká vált. Szóval a Minecraft tökéletes lesz nekem arra, hogy elmondjam azt, amit szeretnék csatornáról, magamról, illetve válaszoljak kérdéseitekre. És persze, hogyha már Minecraft, akkor talán egy sorozatot ezzel is el tudunk kezdeni, majd meglátom, hogy hogy lesz rá igény, stb. Szóval itt vagyunk, túlélő módban játszunk. Ilyenkor szerintem a legfontosabb dolog, hogy egy valami olyan környezetet alakítsunk ki magunknak, ami a későbbiekben is jó lehet. Sikerült egy ilyen elég nagy tó köré spawnolnunk. Ott van az a homok cucc, szerintem én ott fogok valahol szállást keresni magamnak. Vágok még ki egy kis fát, és akkor építünk valami rögtönzött kis kunyhót gyorsaságban. Ugye éjszaka már jönnek a különböző mobok, és kard nélkül, meg minden nélkül, ez nem lesz olyan vicces. Aztán, amit most házat építünk, azt ugye majd későbbiekben tudjuk fejleszteni, meg fejleszteni is fogjuk. Elvégre mégiscsak kell egy valami otthonosabb környezet, stb. De így az elején egy falakkal körülvett kis dolog is jó tud lenni. Hát, hogyha már fa, akkor ugye a fa kérdés, melyik fa szebb? Ugye külön négyféle fa van, mindegyik máshogyan néz ki, a deszkája is máshogyan fog kinézni, meg nagyjából minden. Én most vágok itt mindenfélét. Ugye van nekünk a nyírfa és tölgyfa itt. A dzsungelfát azt most sem is látok, szóval ez a kétféle faj van itt most, a fajta. De én a nyírfát fogom most itt vágdosni. Szerintem az a legszebb, persze személyenként eltérő lehet. Végül is a helyét ugyanúgy megállja mind a kettő, meg ugyanúgy arra is tudjuk használni. Ez tényleg csak személyenként függ, hogy kinek melyik tetszik a legjobban, vagy melyik tetszik jobban. Mennyi az idő? Dél körül van.
Hát akkor szépen lassan azért elnézünk oda, ahova mondtam, ahol a házam lesz. Alma. Oda kellene átmennünk, hát inkább buszok. Cukornádat is, hát igen, ezt kiszedem. Aztán majd valami kertet is kellene alakítani ház körül. Az ott egy. Mindegy, mindjárt megnézzük. Jó, ez megvan. Hát ez egy sivatag. Na, akkor oda mondtam, ugye? De lehet, hogy jobb lenne itt. Na, átúszunk oda. Homok is van, szóval majd üveget is tudunk csinálni. Na, hol kéne tábort verni, vagy inkább arra? Végül. Hát, poti, de nekem ágy is kell. Na. Az igen. Te is kell lesz. Aj, már miért nincs egy kardom? Fakardot éppen csináltam volna. Most már mindegy. Na, akkor maradsz te. Na, megvan az ágyam is most már. Ott is vannak még. Na, mindegy, elég lesz ez most. Már kellene építeni azt a házat, de... Itt lesz. Itt lesz a házam. Ezt most eldöntöttem. Végül is csinálhatnék fabaltát, és akkor talán egyszerű benne a dolog. Nem? De. Akkor gyorsan. Workbench. Közben éhes is vagyok. Na. Mit akartam? Fabaltát. Csináljunk kettőt. Így. Lassan nem megy a nap, elkezdeni építeni valami házfélét, csak előtte itt ki akartam pucolni a dolgokat, ezt meg kivágom. Úgy, hogyha fát kivágjuk, akkor a levél is el fog tűnni, szóval nem lesz ez ilyen csúnya. De ezeket mi is levágdoshatjuk, de én most ezzel nem fogok foglalkozni. De sem kell most. Na. Jó lesz, nem lesz, elmegy, nem megy. Jó lesz. Gombát azt most nem szedek. Na még ezt az egyet kivágjuk. Az igen.
Na és akkor a csatornáról is ugye nagyon sokan kérdezitek, hogy én hogy is állok a dolgokhoz, hogy is vagyok, mint is vagyok. Ugye szerintem hangomból kiderült, sokan mondtátok, hogy mély ügyes, szóval hangomból kiderült, hogy nem vagyok már az a nagy gyerek, aki pont Minecraftozna. Ezt igen, jó videóban mondom én is, mert pont Minecraftozok. Na mindegy, szóval legfiatalabb éveim végén járok, nagyjából. Szerintem, hogy elmondani. Ó, 20 év alatt vagyok még. Akkor így mondom. De azért már nem vagyok az a legfiatalabb fajta. És a videózás, volt egy régi csatornám, ott is videózgattam, akkor még eles videókat csináltam, igaz, hogy sokkal kevesebbet, meg másfajtákat, erre majd mindjárt kitérünk. Szóval eles videókat csinálgattam, illetve tűzijáték videókat, ez a csatorna úgy abba maradt, aztán úgy döntöttem, hogy csinálunk egy újabb csatornát. És ez lett ez a Gamer Betyár nevű csatorna, ugye Patrick 2112 Hun nevű néven regisztráltam YouTube-ra. És egyébként Patricknak is szólíthatok, meg Betyárnak is mondhattok e-mailekben, mindegy, hogy szólítottok, nekem küldtek, akkor értelemszerűen ezt nekem is szánjátok. Azt az e-mailt, szóval mindegy, hogy írjátok, írjátok nyugodtan. Szóval ez az új csatornával pedig megint csak, az ugye nagyjából szerintem észrevettétek, hogy inkább a szimulátor játékok azok, amikkel jobban el vagyok, jobban tetszenek. Ezekről szeretek videózni is, ugye Farming Simulator, stb. Szóval ezek azok a játékok, amikről jobban szeretek videózni. De kódoztam is, meg kódozok is, akkor Far Cry-on is játszottam, szóval nem kifejezetten csak szimulátorokkal játszok, de ezek vannak előtérbe, ezeket szeretem jobban. És megmondom őszintén, nagyon sok videós van, aki tényleg ahogy kijön az adott játék, már rögtön rakja is róla a videókat, tehát ez így érdekes lesz. Szóval rögtön van róla videója a YouTube-on, és aki híresebb, azt a videóját ugye többen nézik, a YouTube-on pedig általában az a videó kerül előtérbe, amelyiket többen megnézték, szóval én így már hátrányból indulnék, ugye nincsen sok feliratkozom, bár ez a 340, ez is hihetetlen szám, nem gondoltam, hogy lesz ennyi feliratkozom. De minden esetre a többiekhez képest ez ugye eltörpül, vagy én eltörpülök a többiek mellett ezzel a feliratkozó számmal, és tehát kijött a Far Cry, én is játszottam el rögtön, de nem találtam olyan nagy okot, vagy szóval nem akartam annyira különösebb képpen videózni erről a játékról, mert tudtam, hogy nagyon sok ember, híresebb videósok úgyis elkezdenek róla videózni, és nem csak angolok, szóval, hogy így gondolok arra, hogy magyarul beszélhettem volna közben, vagy stb., de voltak olyan emberek kezdettől fogva, hogy magyarul beszéltek ebben, és ezért megint csak egy kudarc lett volna például a Far Cry videósorozat is. Ezért is nem volt ilyen. Akkor két az Assassin's Creed. Az is ugye, azzal is játszottam, nem tetszett mondjuk annyira, mint Far Cry, de egyetlen nem volt rossz játék. De itt megint csak jött a kérdés, minek videózzak, amikor ezren rajtam kívül videózni fognak erről. Szóval értitek. És amint mondtam, úgyse az én videómat fogják többen megnézni, mert hogy én még eltörpülök a többiek mellett. És ugye a YouTube is azokat helyezi előtérbe, akik nagyobb feliratkozó számmal, vagy az ott videójuk nagyobb megtekintéssel rendelkezik. Szóval nem találtam arra indokot, okot, hogy én el kell, hogy nekem el kellene kezdenem videózni arról a játékról.
Szóval igen. Még jó sem. Még éjszak, akkor nem megyünk ki, éjszak körül. De te nagyon olyan, tehát kevés ember van, aki például szimulátorokról videózik. Persze ez is egy rendkívül nagy szám, aki szimulátor videókat csinál, de mégsem olyan nagy számban vannak ezek, mint a többi játék. A votos videók pedig, nincs olyan sok votos videó, mint egyéb játékokról, de azért ebből is van. Viszont magyar kommentárral vannak egy pár, akik csinálnak, és kettő ember tudok, akik videóit még meg is nézegetem. De azt tudom, hogy több ember van, aki még magyar kommentárral készít bot videókat. Tehát vagyunk mi hárman, és még vannak egy jó páran. Hát ennyire nem jó páran mondjuk, de vannak még. Szóval ennek ellenére mégis úgy látom, hogy azért nézegetitek a votos videóimat. És ennek nagyon örülök egyébként. A másik játék ugye, vagyis a egyik, még a Farming Simulator. Farming Simulatorról is nagyon sok videó kerül fel, de ugye a módok lehetővé teszik azt, hogy rendkívül sokféle fajta videó kerüljön fel a YouTube-ra, és nagyon sok játékmódot játszhassunk. Gondolok itt arra, hogy nem, tehát legelterjedtebb dolog, vagy a Farming Simulator valakinek eszébe jut, mi jut róla eszébe, vagy mi az első, amire belegondol, az, hogy aratás. Ugye ez nem ez az egyetlen dolog, amit ebben a játékban csinálhatunk, meg csinálnunk kell, szóval értitek. Ez, hogy többféle dolgot lehet csinálni, ez megint csak, szóval ezáltal, na, hogy akartam mondani? Hogy mit akartam mondani? Ez ágy elvette az eszemet. Szóval sokkal többfajta videót tudunk csinálni ugye LS-ről, különféle videókat, mert valaki szánt, valaki arat, valaki vett, stb. Szóval ez már több videót is mutathat, mégsem ugyanolyan videók születnek, hogyha nem ugyanazt csináljuk. Illetve ugye ezeket a dolgokat csinálhatjuk is, de ugye akkor is mégiscsak más gépekkel fogjuk ezt csinálni, ez már megint csak egy új játékmódot, egy újabb variációt eredményezhet. Neked eredményez is. Szóval mégiscsak hiába 10 ember csinál aratásról videót, lehet, hogy sokban különbözni fog ez a 10 egymástól, ugyanis mind a 10 ember más gépekkel teszi ezt, és ezzel már azt hiszem, hogy mégiscsak másabb lesz az adott videó. Nem úgy, mint hogyha ugyanazokkal a gépekkel ugyanazt csinálná, úgyhogy ugye arra test. Nem lehet olyan sokféleképpen csinálni, persze lehet. Aratás meg még megint csak az, hogy ugye nem egy dolgot tudunk aratni az egész játékba. Ez már megint csak egy dolog, hogy különböznek azért az adott videók egymástól. Szóval, értitek. Tehát azt hiszem, hogy a Farming Simulator az egy tipikusan olyan játék, amiben egy kisebb videós is tud érvényesülni, mert az ő videóját is meg fogják nézni. Lehet, hogy van 100 ember, aki pont azokat a gépeket szereti, amivel ő videózott, amiről ő videót rakott, és pont ezért sokan meg fogják az ő videóját nézni. Aztán lehet, hogy éppen azzal, amivel ő játszott azokat a gépeket, ő nem szereti az adott néző, ezért egy másik videót fog megnézni, és ez a másik videó lehet, hogy ismételten egy olyan embertől származik, akinek ez az első videója, de annak a nézőnek pont ez a gép tetszett meg, amivel ő dolgozott, vagy éppen amit csinált,
ezért meg fogja nézni ezt a videót, már pedig, hogyha ezt a videót sok ember megnézi, akkor ugye nő a nézettsége, és az adott embernek valamint, hogyha jó videó, kíváncsiak rá az emberek a többi videójára, akkor persze fel fognak iratkozni, ami megint csak egy újabb, híresebb csatorna létrejöttét kezdeményezi.